Andi, Angela és Benjamin nagy örömmel mondták el, hogy mit is készítettek anyukájuknak. Csináltunk egy dobozt, amiben mindent lehet rakni, meg olyan cukrot, meg mi olyan kis dolgokat lehet rakni. Valami tejának a tejjárt, meg ilyes valamit. És te mit csináltál? Én csináltam egy képet, ahol van virág benne. Meg milyen színű virág? Piros, meg rózsaszín. Te mit csináltál anyukádnak? Csináltunk egy olyan dobozt, maga egy papírból egy vázákat. Máma. Ami fogva mostan akaszva. Nikolic Eleonóra anyuka is ebbe az óvodába járt. Az idő megy előre, és hogy változások is jönnek be. Például, amikor én jártam óvodába, akkor anyukámnak csak szavaltam, meg egy nagyon apróságot átadtunk. Manapság már most már nagyon modernek ezek a műhelyek, ahol ugye a közös foglalkozást nézik, hogy minél többet gyarapítsák, hogy azt az időt, amit otthon nem bírunk a gyerekkel tölteni, mivel hát mindenki nagyon gyorsan él, csak a munka, akkor behívnak bennünket az óvodába, hogy így eltársalogjunk. Imre Sasi Tünde óvónő szerint az ilyenfajta műhelyek nagyon hasznosak a gyerekeknek és a szülőknek is. Mostanában az édesanyukák nagyon el vannak foglalva, ezt is akarjuk, hogy jobban az édesanyukák együtt működjenek a gyerekükkel, mivel nincs idejük nagyon se beszélgetni, ugye fáradtak a szülők, hazajönnek a munkából, van otthon is munkájuk, így ezzel a műhellyel egy kis együttműködést, több beszélgetést várunk el, hogy az anyukák legalább egy óra hosszás időt nyújtsanak. A foglalkozás után az óvodások egy kis műsorral és saját kezülek készített ajándékkal kívántak boldog névnapot!